Sok szeretettel köszöntök mindenkit, csatornám nézőit. Ma egy pörköltel készültem, de elejétől a végéig nem mutatom be, mivel úgy gondoltam, hogy ez nem egy extra pörkölt, ugyanis disznópörköltből készült, disznóhúsból készült pörkölt, de a marhahús pörköltet viszont be fogom mutatni, tehát most el is zárom a tűzhelyet. És bemutatom, hogy milyen, nem tudom mennyire adja át a kamera a szafnak a minőségét. Tehát sűrű, pörkölt és nagyon jó megfőtt húsdarabok, ugye ki is veszek egy párat. Ez csak egy bemutató jellegű műsor lesz. És akkor itt a villával látszik, hogy milyen omlósra sikeredett ez a hús. Tehát ennyit szerettem volna. A pörköltel kapcsolatban még nem volt feltéve videón, de mondom, a marha pörköltel kapcsolatban azt el fogom készíteni. Akkor még az elkészítési módjáról annyit, hogy a húst ugye felkockáztam, lepirítottam zsíron, tehát oda pörköltem zsíron, utána tettem hozzá hagymát, paprikát, paradicsomot, és akkor úgy indítottam el, utána pedig befűszereztem sóval, borssal, paprikával, és itt van egy fokhagyma, hogy azt a végén hozzá szoktam tenni, egy kis extra ízt ad neki. És ugye az idő, hát az körülbelül két-fél óra, három órán keresztül készült, és ahhoz, hogy így kialakuljon a szaft minősége, ahhoz kell az idő, ugye a hús is megfelelően, itt mutatom, hogy milyen szép a szaftja. Na, tehát ez egy ilyen bemutató jellegű adás szeretne lenni, és akkor visszatérünk majd a marha pörköltel kapcsolatba, és akkor majd azt úgy vörösborosan, úgy ahogy kell, azt el fogom készíteni. Itt a pörkölt mellé pedig naturburgonyát ajánlok, vagy makaronival szokták, tésztafélét melléje, és ugye savanyúságnak pedig szabadon választható mindenkinek. Hát én jó étvágyat kívánok, én az ebéddel elkészültem, ezennél búcsúzok is. Most a kamerát megfordítom. Nagyon szépen köszönöm, hogy figyelemmel követték ezt a kis videót. Én köszönöm mindenkinek, aki figyelemmel követi a csatornám tevékenységét. Én mindenkinek csodálatos hétvégét kívánok, és búcsúzom is. Akinek tetszenek a tartalmak, azok iratkozzanak fel, és nyomják meg a csengőt, és időben minden tartalmat hozzá fognak jutni. Én köszönöm szépen a figyelmet, viszont látásra, viszont hallásra.